Hogy mindenkinek, Ryder vagyok, és ez a 21. Dark Souls epizód, és az előzőnek csúnya vége lett, ezért a mai speedrunolós lesz. Ne gurulj be, ne üssetek le, köszönöm. Tehát igazából itt annyira nagy világvége problémák és ilyesmik nincsenek. Ó, bassza meg! Ó, ettől féltem. Oh, fuck my life. Tehát le kell húzza mindenképp azt a platformot, itt is jönnek. Ó, ne. Oké, köszi! Ez most segített nekem. De állj fel, Felisz, légy szíves. Oké, húzd meg! Oké, bye bitch! Oh, fuck me. Terünk! Oh, ne! What? Igen? Gyerünk, légy szíves! Oké. Fuck you, mász. Oké, és itt már biztonságban vagyunk. Jó. Szóval nem tudom, ide fel tudnak-e jönni. Ó. Valaki adjon neked egy fizetést, emelés. Oké, én jövök, haver, én jövök. Eleget szórakoztál, már most én jövök. Jó nagyokat seb ez a mérgezett nyílunk. Ó, na, jó. Figyeltem volna, hogy hátra rögtelek. Ég meg, oké, király vagy. Megérdemelted a halált, természetes kiválasztódás. Te is. Ó, szia. Szóval ez is egy módja annak, hogy ezt a részét lenyomjuk. Komolyan, jobban sebzelek titeket? Nem. Ez is egy módja annak, hogy lenyomjuk itt a területet, szóval. Na. Jó. Hol vagytok még? Ott van még egy Ironclad. Bár igazából nem erre fogunk menni, szóval tök mindegy. Ha őt meg tudnánk állítani ott, itt, az nagyon-nagyon jó, mondani se kell. Haver, ne elkemesztő össze, légy szíves. Csak nehezíted az életemet. Ó, komolyan! Jó, meghaltál vége. Na most... Egyefene. Ez egész könnyű volt. 999 damage. Dark Armor és... Lightning Wing Spear. A Dark Armor ugyebár azt senkinek se kell bemutatni szerintem. Dark Souls 1-es... Armor set. Jól van, és akkor haladjunk tovább. Azon gondolkozok, hogy le kellene oda menni. Végülis, ha ki tud, meg tudjuk ölni ezt a csávót. Gond nélkül, akkor lemegyünk. És meg tudjuk ölni. Jó, akkor lemegyünk oda. Haver, az előbb lőttelek meg most, nem tudlak mi van. Áthatatlan falak mindenütt. Igazából téged jobb lenne, hogyha... Ilyennel lőnélek, nem? Főleg, hogy ilyenből még több is van. Aha. Rád emlékeztem. Ez nem fog találni. Nem fog betalálni. Hogy erre? Igazából veled ki is baszhatnánk. Meg akarom megkockáztatni. Ne. Ja, szia. Oké. Meghaltál már? Oké. És már azt hiszem nincs semmi, senki más. Remélem, hogy nincs senki más, mert... akkor beszúgtam. Jó. Fejezd be. Köszönöm. Csak egy kis érdekesség. Elmentek a mai epizódba,
mai felvételem kor körülbelül olyan 4-5 epizódot fogok felvenni. Large Titanite Shard, Titanite Chunk, Fire Drake Stone. Tehát, hogyha tüzet szeretnétek, tüzes fegyvereket szeretnétek csinálni, akkor ez a gyík tökéletes. Na most, erre ne lépünk rá, ezekre ne lépünk, ezeket kerüljünk ki, mert amint rálépünk, ezekből láva fog folyni. És a szar. Ugye, mondtam is, hogy kell. Large Sword of a Proud Knight, Radiant Life Gem. Ide nem megyek le. Bocsi. De ide nem. Mert hát nagy valószínűséggel meghalnék. És akkor most hagyjuk tovább felfelé. Méghozzá. Mert itt fenn. Nem mondanám, hogy könnyebb az út, de lehet. Talán mondhatjuk azt is. És itt kell felmenni jobb oldalt. Egy létrem, itt ezen, de először még felveszünk ezeket a Lacerating Great Arrow, azt hiszem. Destructive, oké. Nincs semmi. Titkos fal. Jó. És hogyha ide feljövünk, akkor itt, ha ezt használjuk, ezt a Ferrous Lockstone-t, akkor abból vissza kifolyni. Tehát ez... Na. Mindenki maga dönteti el, hogy ez mennyire jó neki. Na most, hát... Mivel, hogy van mérgező nyílunk, hát... Szerintem egyértelmű, hogy... Ahogy érünk meg. Tehát az ilyenek csúcsán. Oké, bye bitch. És most várunk. És most várunk megint. Mesteri hiász taktika, hölgyeim és uraim. Igazából nincs értelme annak, hogy most nagyon nekiálljak. Oké, de én jöttem ki ebből a harcból jobban, szóval. Szóval azt akartam mondani, hogy nincs értelme annak, hogy igazán nekiálljak komolyabban megküzdeni velük és mondjuk mélére menni, mert nem nyerek vele semmit szinte, tehát. Minek, amikor ezért vagyunk ijászok szinte, és igen, jól láttátok, feltem a macskás gyűrűt. Ugyanis... Black Knight Great Axe. Ugyanis most leelsős rész következik. Nem annyira veszélyes, nem egy pit, szóval nem kell megijedni. Aki megijedt tőle, az most már ne ijedjen meg, Crack Relay Orb. Ezzel lehet ugyebár invédelni, és innen lehet szerint a csávót egész külön. Szia! Meg se tudlak mérgezni. Olyan balfaj. És itt jön a neheze. Többféle szempontból is. Először is rá kell esni ide erre. Szerintem a legjobb módja az, hogy innen indulunk kb. És imádkozunk, hogy jól kell sikerülni. Oké. Ez így tökéletesen működik szerintem. És ezt fel tudjuk venni. Ez egy Comerus Gold Serpent Ring. Az item dropokat növeli, szóval igen hasznos. Tud lenni. Na most, itt le. És vissza is cseréljük a gyűrűt. Csak nem így kell gyűrűt cserélni, ezért jól nem állt el megtanulni a 24. epizódba rá, de oké. És most egy pillanat következik, ugyanis átmegyünk a ködön hátulról. Ez nem jelent semmit, csak úgy mondom. És a legfőbb oka talán az volt, hogy most nehéz harc következik, amitől nagyon-nagyon félek, szóval...
Igen, mivel szűk területen kell megküzdeni a haverral, gyere. Oké. Mondd ezt a katon, hogy ezt csinálj. Még ez, hogy meg légy szíves. Oké, bye bitch! Jó. Ez jobban ment, mint ahogy vártam. Ami jó. És már csak egy ellenfél maradt. Oké, itt meg kell állni, és akkor jön a srác. Ó, ne. Oké, gyere még egy kicsit, gyere. Maradj ott. Figyelj, puf! Ha-ha-ha! Oké, szóval erre figyelj. Látszik, ott van rajta a vér, tehát ez From Software-es utalás arra, hogy ez le fog esni. Szóval. Csak ugyebár azt nem tudjuk, hogy... Nem csak, hogy leesik, hanem, hogy még kurvára is... Nem csak, hogy leesik, hanem, hogy még a másik oldalán ellenség van. De sokkal jobban ment, mint ahogy vártam. És itt fent lesz egy bonfire. És hamarosan meglinkeljük az utolsó tüzet, illetve begyújtjuk az utolsó ős bonfire-t, mondjuk úgy primal, mondjuk. Szóval ezt így gyújtjuk meg. Bam. Oké, kérlek, hogy felisz. Oda tudtad tenni a kezed, és ez a fontos. Mert most már a tüzek elalszanak, és nem fognak égni. Szóval ez így nagyon fontos, hogy menjünk vissza Majulába, és lépjünk szintet! Jó, hol vagy? Pici szíven! Szia! Of the curse. Seek so, seek the king, lest this land swallow you whole. És rájöttem, hogy a Sublime Bondastomat még mindig nem égettem el. Ebből csak két szintet tudok? Oké. Oké, két szintet tudok, akkor ez a két szint, ez legyen az Angelus. Oké. És elmegyek még Macduffhoz, aztán folytatjuk az Iron Keepből a harcot. Szóval előttem Macduffhoz, hogy vegyek magamnak nyilakat, végül páncélt fejlesztettem. És akkor eljött az idő, a nap, amire mindannyian vártunk. Az Old Iron King bossra. És ezzel be is fejeztük a Great One-okat, szóval. Lesz még egy ellenség itt, igazából, aki fontos. Lightning Sword, Shortbow, amit hogyha nagyon használnánk majd. Hát persze. Miért is találná be? Még egy lövés, gyerünk. Oké. Okay. Bye bitch! Nem tudtál semmit? Nem tudtál semmit. Oké. Okay. És most következik az Old Iron King. Igazából nem olyan nehéz ez a boss, sőt. Nagyon nagyok az esélyeim, legalábbis szerintem, és remélem, hogy elsőre sikerül, még mindig nem fizettem a Sublime Bondastot. Fuck! Nem számít, nem. Annyira nem fog számítani. 8 esztuszon van, bőven elég. Hú! Nem tudok, mennyire kellene elsőre. Sose diablóztam, de nem most van egy diablóra. Szóval lényegében ő a Dark Souls 2 Ceaseless Discharge-ja. És meg lehet mérgezni. Azt hiszem. Jap, meg van mérgezve. Ó, oh, ne. Jó. Ó, oh, baszki! Lökje bele a kurva lábába.
Szóval elvesztettük azt az esélyünket, hogy csak úgy simán lövöldözgessünk rá, amikor idejövünk először, mert... Oké, fontos, hogy hogy állunk, mikor nincs fent, mert ott fog felugrani, ahol állunk, tehát... Igazából meg akarom mérgezni. Ugye ő csak azért szórakozott most ezzel. Oké, okay, ki. Jó, ezt egyszerűen így lehet elkerülni. És akkor már nincs egy probléma. Jó. Hopp! Ha! Illetve gurulni kell. Ne! Na, bazd meg. Ne! Szóval úgy gondolom, hogy... Bár jó dolog, hogy meg tudjuk mérgezni, szerintem. Sokkal többen megyünk, hogyha inkább rámegyünk full mélével. Ó, remek. Köszönöm. Jó, jön a kezes geci. Jó. Vagy nem, lehet, hogy a kard az így jobb lenne. Csak nem a sima. Oké, még egy. Tűz. Jó, tolja, tesó! Ez az! Most mire készülsz? Na, csak itt mi fogsz, jó? Most nem fontos. Oké. Meg vagy mérgezve. Jó. Vigyázni kell, mert hogyha ennek a kezének neki megyünk, mikor ilyeneket csinál, akkor az instant halál, szóval. Jó, megint jön a tűz, oké. Ne! Jó, ezt nem tudom, hogy értem, tudod, szóval. Hát take it. Gurulj, bazd meg! Azért nem érjel addig a kezed, szóval. Oké, okay, látjátok, azért nem egy... Taktikás boss, és meghaltál. Praise the motherfucking sun. Végül is csak három próbába kellett. Ha jókor dodge-olunk, akkor sima ügy elragyjuk a vigyázni, és hogyha az a két range támadása van kb. A tűz okádás, illetve az a kezes lézer szar, azok ellen pedig a legjobb, hogyha ide rejtőzünk. Csak vigyázni kell, mert a lézeres nyavaja az átmegy a falon is. De amúgy nem egy hújtett technikás boss, és most gyújtsuk meg az utolsó bonfire-ünket is, és térünk vissza Majulába. Na? Tudom, csomó lelkem van. Igen. És azt mondja nekünk az Emerald Herald, hogy menjünk most a kastélyba. Ideje van, itt az idő, és igen, így van, itt az idő, 100-as szinten állunk. Amit növelni szeretnék, az... Még mindig az Endurance. És oké. És ennyi volt mára a Dark Souls 2, ugyanis... Már nincs több időnk, hogy
elmenjünk a kastélyba úgy rendesen, és... Ez azt jelenti, te nem árulsz valamit, azt hiszem te árulsz valamit. Igen, végtelen Titan egy shardot és le, 10 large Titan egy shardot. Szóval nincs több idő arra, hogy bevegyük a kastélyt. A következő részben mindenképp be fogjuk venni a kastélyt. És... Igen. Hogyha tetszett a videó, akkor természetesen ne felejtsetek el. Nyomni egy lájkot, illetve... Ha még szeretnétek látni új videókat, akkor iratkozzatok fel. Hiszen még készül azért egy pár. Rider voltam. Játsz tovább!